Sziasztok, japán specialisták! A mai videóban Kóbéba látogatunk, ahol november végén 5 napot töltöttünk. A körülbelül 1,5 milliós lakosságú Kóbe Japán 7. legnagyobb városa és 3. legnagyobb kikötővárosa. Most leginkább a Kóbe marháról ismert, de valójában ennél sokkal többet tud. A Nara is a helyenkorban azon kikötők egyike volt, ahonnan a császári követek Kínába indultak, de később is fontos szerepet töltött be Japán diplomáciai és kereskedelmi kapcsolataiban. A belföldi turistákat főleg kikötői látképe és viszonylag nagy arányban fennmaradt nyugati stílusú épületei vonzák. Számukra Kóbe olyan, mint egy apró külföld Japánon belül. A mostani videóban a belvárost szeretném megmutatni nektek, egy későbbiben pedig majd ellátogatunk a külvárosi részekre és a város környékére is. Tartsatok a japán specialista utazási irodával, és fedezzétek fel Kóbét! Ha Japánban jártok, nem biztos, hogy Kóbe lesz az elsődleges célpontotok, de ha Osaka vagy Kyoto felfedezésekor marad egy-két fölös napotok, érdemes lehet felkeresni. Ezekből a városokból Shinkansennel vagy sima vonattal negyed óra, fél óra alatt eljuthattok Kóbéba. Nekünk Nishio-ból, ahol élünk, jóval több időt, 3,5-4 órát vett igénybe az út. Ugyan a Shinkansennel megyünk, gyorsabb lett volna, de a kisfiunk vonatok iránti rajongása miatt mindenképpen szerettük volna kipróbálni a Hinotori, vagyis tűzmadár névre keresztült gyönyörű, fekete-piros express vonatot, amely Nagoya és Osaka között közlekedik. Shinkansennel egyébként körülbelül 50 perc alatt, másodosztályon 6480 yenért lehet eljutni Nagoyából Osakába, a Hinotorival ugyanez bő 2 óra, viszont kicsivel olcsóbb. A másodosztályú jegyek 4540 yenbe, az első osztályú jegyek 5240 yenbe kerülnek, de nekem a másodosztály is felért egy luxus utazással, főleg a magyar vonatokhoz képest. A gyerekek egyébként 6 és 11 éves kor között féláron utazhatnak, 6 éves kor alatt ingyen, ha nem foglalnak külön ülőhelyet. A vonat megdöbbentően halkolott, valójában villámgyorsan, 91 km/órás átlagsebességgel, a leggyorsabb szakaszon pedig 130 km/órás sebességgel száguld a két nagyváros között. Mint minden japán vonaton, itt is hatalmas a tisztaság, de mivel a szerelvények újak, alig 2,5 évesek, a Hinotori szerintem még az átlagos Shinkanseneknél is szebb. Külön hozzátesznek az utazáshoz a vonat elején és végén elhelyezett automaták, ahol kávét, teát, forró levest, rágcsálnivalókat és Hinotori cuccokat lehet vásárolni. Persze nem lehetett kihagyni, úgyhogy már ekkor az utunk elején gazdagodtunk egy Hinotori kéztörlővel. Kóbei városnézésünket a városközpontban kezdtük. Itt találjátok a Motomachi Dori nevű bevásárló utcát, ami ugyan nem különösebben érdekes, de mivel egy 1,2 km-es fedett szakasz, menedéket nyújthat eső esetén, és több jó kajáldát, cukrászdát is találtok a területén. Ennek közelében fekszik a Kóbe Gaikokujin Kyoryuchi, vagyis szó szerinti fordításban a Kóbe külföldi telep. Ez egy körülbelül 26 hektárnyi terület volt Kóbe kikötőjétől mindegy 3,5 km-re, lényegében a mai városközpontban. A telepet az Ansei szerződések nyomán alapították, és 1868-tól 1899-ig állt fenn. Az Ansei szerződéseket Japán az USA-val, Nagy-Britanniával, Oroszországgal, Hollandiával és Franciaországgal kötötte 1858-ban. Nem sokkal járunk a Meiji-kor előtt, amikor az addig zárt és elszigetelt Japán kénytelen volt nyitni a nyugat felé. Az Ansei szerződések ehhez nagyban hozzájárultak. Az előbb említett országok és Japán között megkezdődött a diplomaták cseréje. Edo, a mai Tokió, Kobe, Nagasaki, Niigata és Yokohama megnyitotta kikötőit a külföldi kereskedelem előtt, valamint engedélyezték a külföldiek számára a kikötőkben való letelepedést és kereskedelmi tevékenység folytatását. Ez nem azt jelentette, hogy a külföldiek szabadon bárhol letelepedhettek a városban, hanem szabályozták azokat a területeket, ahol ezt megtehették. A kóbei külföldi telep is egy ilyen a külföldiek számára kijelölt terület volt. Kóbe kikötőjét csak 9 évvel a Yokohamai és a Nagasaki után nyitották meg, eddigre már elég tapasztalattal rendelkeztek a tervezők ahhoz, hogy jól strukturált, logikus várostervet alkossanak.
A kor külföldi lapjai a kóbei külföldi telepet a kelet legjobban tervezett külföldi telepeként emlegették. Az utak nagyjából azonos méretű blokkokra osztották a területet. Az utak mentén a föld alatt téglából épült csatornákat fektettek le, van is egy ilyen emlék a területen 1872-ből. Az utakat fák és lámpák, eleinte gáz, majd elektromos lámpák szegélyezték. A tengerpart mentén pázsittal és fenyőfákkal beültetett sétányt hoztak létre. Más külföldi telepekkel ellentétben a kóbei telep épületeit tervező építészek többsége külföldi volt, akik jó részt klasszikus stílusú épületeket állítottak a területre, ezzel biztosítva az egységes városképet. Külföldi turistaként, főleg európaiként járva ezeken az utcákon meglepő lehet, hogy miért vannak annyira odáig a japánok ezekért az épületekért. Viszont ha belegondoltok, hogy mekkora váltás lehetett a kóbei külföldi telep látványa a hagyományos japán épületek után, talán megértitek a lelkesedésüket. Ha csak menet közben kapnátok be egy-két falatot, akkor szívből ajánlok egy üzletet a Motomachi bevásárló utca bejáratához közel, a Moritani Shotent, Kóbe egyik első húsboltját, amely krokkét is árusít. A krokke tulajdonképpen kroket, ami a burgonya mellett sokszor nyomokban húst, tengeri herkentyűket, zöldségeket, gyakorlatilag bármit tartalmazhat. És most őszinte leszek, mindig is utáltam, illetve nem értettem, miért eszik ilyen mennyiségben a japánok. Lehet, hogy sosem voltam elég éhes, lehet, hogy ebben az üzletben készítik nagyon jól, de ez tényleg finom volt. A legnépszerűbb termékük a Kóbe marhás krokke. Hát azt azért ne képzeljétek, hogy húsba fogtok harapni, csak néhány darált hús darabka pöttyözi meg a rántott krumplipürét, de azért lehetett érezni, és elég jó volt. Érdekes módon a tisztán húsos Kóbe marhás menchikatsu vagy minchikatsu, vagyis rántott húspogáncsa kevésbé jött be. Ha valami hagyományosabb helyi ételre vágytok, akkor próbáljátok ki az akashiakit. Ez tényleg egy csak az ebben a régióban megtalálható étel, ami eredetileg a közelben lévő Akashi nevű városból származik, de természetesen Kóbében is meg lehet találni. Azt olvastam, hogy olyan, mint a takoyaki, csak ezt a végén nem leöntik szósszal, hanem dashiba, vagyis alaplébe mártogatják. Lényegében tojásból és polipból állhat, ezt a keveréket sütik ki formákban golyó alakúra. Nem volt rossz, de nálunk a család a sima takoyakira tette le a voksát. A külföldi telephez és a Motomachi bevásárló utcához közel található a Nankinmachi nevű kínai negyed, Kóbe egyik legnépszerűbb turista látványossága. A kóbei külföldi teleppel nagyjából egy időben, 1868-ban alakították ki, és végül is ugyanolyan külföldi telep volt, csak kifejezetten kínai bevándorlók számára. A híres yokohamai kínai negyedhez képest a kóbei Nankinmachi kompakt, ha nem lenne tömeg, akár pár perc alatt be lehetne járni. Három kapuja van, egy-egy a déli, nyugati és keleti irányból, amelyek közül a déli kaput most éppen tatarozták. A negyed északi irányból a Motomachi utcáról nyílik, ezt a bejáratot két kőoroszlán őrzi. A Nankinmachi szó szerint Nankin negyedet jelent. Az itt élő kínaiak természetesen nem csak, sőt főleg nem Nankingből érkeztek Kóbéba, hanem Kuangtung és Fujian tartományokból, de a japánok előszeretettel alkalmazták a kínaiakra, a kínai árukra és a kínai negyedekre is a Nankin, vagyis Nankingi, Nankingből származó előtagot. A negyed egy észak-dél irányban 110 méter és egy kelet-nyugat irányban 270 méter hosszúságú utcából áll, amelyek középen egy pavilonnal díszített kis téren futnak össze. Ezen a meglehetősen kicsi területen döbbenetesen sok üzletet találunk, és bár akadt köztük mahjong klub és szuvenírbolt is, a többségük mind utcai ételárus és étterem. Úgyhogy jobban teszitek, ha a Nankinmachiba éhesen érkeztek, mert a nézelődésen és az evésen kívül más nem nagyon lehet, és igazából nem is érdemes csinálni. Mi elkövettük azt a hibát, hogy sütíztünk előtte, de azért néhány kínai finomságnak így sem bírtunk ellenállni. Kihagyhatatlan például a butaman, a darált sertés hússal töltött gőzgombóc. Ez egy elég standard étel egész Japánban, az éjjel-nappali boltokban is, a boltokban fagyasztva is árulják, mégis a kóbei kínai negyedben kötelező kipróbálni. Itt található ugyanis az az üzlet, a Rōshōki, ahol Japánban legelőször 1915-ben árusították ezt az ételt. Általában hatalmas sor áll az üzlet előtt, de elég gyorsan halad, úgyhogy érdemes beállni. Csak egy darabot nem lehet venni, 6-os vagy 10-es csomagban árulják 600, illetve 1000 jenért.
Igen, mi is megijedtünk, de aztán simán elpusztítottuk, ugyanis a Japánban szokásos butamannal ellentétben, ahol a vastag tészta közepén lapul egy kis húsi, a rósókiban olyan vékony a butamán tésztája, hogy szinte kiszakad. Azóta is bánom, hogy nem voltam éhesebb és nem ettem többet. Persze a Nanki Machiban való sétálgatás nem erről szól, hanem pont arról, hogy mindenhol egyél egy kicsit. Ember legyen a talpán például, aki eleve telehassal megevett két bütamánt, de ellenbírálni a nyársakon körbe-körbe forgó pekingi kacsának. Főleg, ha egy étterem előtt a szemed látára vágják fel a húst, és töltik meg kacsával, káposztával, almával, és valami szezámmagos miszószerű szósszal a falatnyi kis patyukat. Belénk már nem fért, de ha itt jártok, ne hagyjátok ki a sorompó nevű húsos leveses batyukat, a gyózát, a ráment, és ha vállalkozó szelleműek vagytok, a cápából készült ételeket sem. Mi még egy ételnek adtuk meg magunkat, a csimakinak, mert korábban még sosem láttunk ilyet. A csimaki bambuszlevélbe tekert, gőzölt ragacsos rizsgombóc sertéshússal, gombával és babbal. Igen, elég jól hangzik, és elég jó is volt. Kóbe egy másik látványossága, a Kitano Ijinkangai, az eddig említett területekről északra található. A belvárosból gyalog is könnyen megközelíthetitek, de mi buszra szálltunk, mert már egy másik napra hagytuk a megtekintését, és a kikötői részen található szállásunkról indultunk. A jópofa zöld City Loop névre hallgató, főleg a turista látványosságoknál megálló buszt amúgy sem hagyhattuk ki, mert Soma a kisfiunk már korábban kiszúrta a városban, és muszáj volt egyszer felszállni rá. A Kitano Ijinkangai nevet elég nehéz lefordítani, angol oldalakon többnyire Kitano Ijinkan negyednek nevezik, vagy Kitano külföldi telepnek, de ezt a fordítást nem használnám, nehogy összekeverjétek a már említett külföldi teleppel. Kitano annak a városrésznek a neve, ahol a terület található, a gai utótag negyedet jelent, az Ijinkan kifejezés pedig a külföldiek lakhelyét, külföldiek rezidenciáját jelöli. Vagyis igen, ismét egy külföldi telepről van szó, viszont van egy lényeges különbség. A videó elején említett kóbei külföldi telepen csak is külföldiek élhettek és tevékenykedhettek, míg a Kitano Ijinkan negyed vegyes terület volt, ahol japánok és külföldiek éltek egymás mellett. Ijinkanokat Japánban máshol, például Hakodate-ben és Nagasaki-ban is találhatunk, de ezek nem maradtak fent olyan jó állapotban, mint a kóbei. Egészen más épületeket találunk itt, mint a kóbei külföldi telepen. A dimbes-dombos utcákon sétálgatva tényleg olyan, mintha a japánok szemszögéből külföldön sétálgatna az ember. Azt gondolhatjátok, hogy ez európaiként nem túl érdekes, de szerintem ritkán látni egymás mellett ennyi szép, valahol hasonló, egymástól mégis kissé eltérő épületet. Egészen különleges hangulata van. Területen eredetileg körülbelül 300 nyugati stílusú épület állt, ezekből mindössze 30 maradt fent, és jelenleg nagyjából 20 épület látogatható. Az épületek egy részében a kor bútorait, használati tárgyait állították ki, máshol az épület eredeti funkciójától teljesen független múzeumokat, például trick art, háromdimenziós festményeket felvonultató múzeumot hoztak létre, vagy például az úgynevezett angol háznak Sherlock Holmes-os tematikát adtak, a korábbi holland nagykövetség illatházként is működik, ahol megalkothatod a saját parfümödet. Thank you.
videó végére hagytam Kóbe kikötői részét, melynek látképe elválaszthatatlan a várostól. Ha egy japán Kóbére gondol, akkor szerintem egyből az itt található Kóbe kikötői tornyot, a Kóbe tengeri múzeum épületét és az óriás kereket látja maga előtt. Ez valójában két különálló, külön névvel rendelkező rész. A torony, a tengeri múzeum és az 1995-ös nagy Hanshin földrengés emlékei a Meriken Parkban állnak. Az óriás kerék a Harborland nevű bevásárló negyed részét képezi. Mindig is remekül tudtam időzíteni, úgyhogy a Kóbe Pótó Tavát, vagyis a Kóbe kikötői tornyot csak ponyvával letakarva tudtam nektek megmutatni, ugyanis 2021. szeptemberétől tervezetten egészen 2023-ig felújítják. A torony egyébként kifejezetten kilátóként épült 1963-ban, és azóta piros, homokúra-szerű alakja teljesen összeforrt a város látképével. Most igyekeznek a munkálatokat takaró ponyvát fényfestéssel feldobni, de talán jobb lenne, ha a torony eredeti képét vetítenék a ponyvára. A Harborland nevű részen találhattok egy hangulatos, de sajnos csak nagyon kicsi, régi vörös téglás raktárépületekből álló részt, ahol most éttermek és boltok működnek. Ezen kívül a Harborlandben tényleg csak enni és vásárolni lehet, illetve ha kisgyerekkel vagytok, esetleg még elmehettek az Anpanman című anime tematikus múzeumába, amiért itt minden japán kisgyerek rajong. Ha ezt nem is ismeritek, eső esetén még adhattok neki egy esélyt, mert a múzeum végül is egy nagy, fedett tematikus játszótér. Mi itt nem voltunk, viszont felültünk az óriás kerékre, amiről viszont inkább lebeszélnélek benneteket, kívülről nagyon klasszul néz ki, de sok mindent még a legmagasabb pontjáról sem lehet látni. Az 5 Kóbéban töltött nap alatt sajnos kifogtunk egy esős napot is. Végül nem bántuk meg, mert így legalább ellátogattunk a Kóbe tengeri múzeumba, ahová amúgy nem mentünk volna. A múzeumot 1987-ben adták át arra való megemlékezésként, hogy 120 évvel azelőtt nyitotta meg Kóbe a kikötőjét a világ előtt. A fehér, illetve este különféle színekben kivilágított modern épület a hajók árbocait és vitorláit hivatott megjeleníteni, ugyanis a múzeum eredetileg Kóbe mint kikötőváros történelmével és a japán hajózás történetével foglalkozik. Belépés után egy hatalmas hajó fogadja a látogatókat, beljebb haladva pedig kisebb-nagyobb maketteket láthatunk. A múzeumot 2006-ban bővítették a Kawasaki Good Times World nevű résszel, ami, ha jól sejtem, elég nagyot dobhatott a múzeum látogatottságán. A járműmániás gyerekek biztosan ráveszik a szüleiket, hogy menjenek el, de amúgy felnőttként is nagyon érdekes a múzeumnak ez a része. A Kawasaki nevű cég nekem valahogy mindig a motorokkal olvadt össze a fejemben, hát most kiderült, hogy ennél sokkal többféle mindent, például jetskit, shinkansen, helikoptert, robotokat, többek között a személyzet nélküli COVID-tesztelésben segítkező robotokat is gyártanak. A kiállítás legfőbb vonzereje kétség kívül interaktivitásában rejlik, több járműre is fel lehet ülni, lehet nyomogatni a gombokat, húzkodni a karokat, és egészen komoly szimulátorokat is ki lehet próbálni.
ne aggódjatok, nem hagylak benneteket ennivaló nélkül a videó végén sem, hiszen képtelenség lenne videót készíteni Kóbéról kóbegyű, vagyis Kóbe marha nélkül. Árban elég nagy a szórás az éttermek között, de mi találtunk egy viszonylag olcsó helyet, a Kobe Beef Dining Moria nevű éttermet. Azt hittem, én nagy különbséget nem fogok érezni más steakekhez képest, de tévedtem. Annyit legalábbis észrevettem, hogy ez a hús akkor sem keményedett meg, miután már kihűlt a steak. Úgyhogy ha Kobe-ban jártok, ti se hagyjátok ki. Ennyi volt már a japán specialista. Ha tetszett az adás, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és kövessetek minket továbbra is az interneten, a Facebookon és az Instagramon is. Csáne!